Az alkalmi ünnepség az Újvidéki Rádió egykori közismert zeneszerzőinek, karmestereinek nevét megörökítő emléktáblák leleplezésével kezdődött. A Tambura zenekar meg az ünnepi felszólalások után átadták a Slavoj Hadzsics életműdíjat, ami médiaházunk legkimagaslóbb szakmai elismerése. Én annyira örülök, hogy el se tudom mondani. Soha nem tudtam félkézzel dolgozni, mindig a tudásom legjavát adtam, és úgy látszik, hogy ennek volt is értelme, és azt mondhatom, hogy amíg csak tudok televíziós újságíró lenni, mindig teljes erőkkel, teljes erőbevetéssel fogok dolgozni. Az ünnepségen elismerésben részesültek médiaházunk azon dolgozói is, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak az idei évben. Ez az utóbbi 10 év volt a legnagyobb kihívás is, olyan értelemben, hogy már mindannyian éreztük, hogy a rádiózás most már nem az, mint ami régen volt, amikor mi kezdtük. Valamilyen módon meg kellett felelni az új idők kihívásának. És ez az időben való megkapaszkodás, ez nehéz volt, de egyben élvezetes is. Nagy elismerés ez a díj számomra, és köszönöm a kollégáimnak, hogy javasoltak. Ez mindannyiunk elismerése, mert együtt dolgozunk, és ez a jó együttműködés a műsorainkon is látszik. A 2017-es év arról is emlékezetes marad a médiaház számára, hogy megkezdődtek az új székház építkezési munkálatai. Klem József, a Vajdasági Rádió és Televízió vezérigazgató helyettese elmondta, hogy nem csak egy épületet építünk, hanem fel kell építenünk a 21. századi új média filozófiát is, amit magunkkal kell vinnünk az új székházba. Az RTV Tambura zenekara ma ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Ez alkalomból 20 órakor a zenekar koncertet ad az Újvidéki Rádió M stúdiójában.